Szép jó estét mindenkinek, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közéleti vitaminsora. Köszöntöm a nézőket és vendégeimet is, Ratalis László, a napló főszekesztő helyettesét, illetve Brecki Attila, a Nemzeti Sport újságíróját. Sziasztok, visszatértünk a népszavazások korában, nagyon úgy tűnik. hogy több fronton is ö, mennek a különböző féle akciók. Egyrészt ö, a miniszterelnök úr bejelentette, hogy nagyon úgy tűnik, hogyha minden úgy fog menni, hogy ő azt elképzeli, akkor szavazni fogunk arról, hogy ö, mennyire támogatjuk, illetve mennyire nem támogatjuk a kötelező betelepítési kótákat, ugye itt a menekültügyről van szó, meg az Európai Unióról, illetve ezzel párhuzamosan most a viszonylag új fejlemények szerint az is elképzelhető, hogy szavazni fogunk mégiscsak a vasárnapi boltbezárásról is, vagy bolt kinyitásról is, majd a kérdés az, ugye meg fogja világítani, hogy melyik konkrétan lesz feltéve. A, egyrészt mi a véleményetek arról, mint a népszavazásról, mint lehetőségről, intézményről, mennyire lehet ez hasznos, mennyire van értelme, illetve ezek az ügyek olyan ügyek-e, amikor népszavazás kell kérni szerintetek, e, illetve mi lenne olyan ügy, amire esetleg lehetne népszavazást tartani. Még ha tegyünk hozzá, mielőtt válaszolnátok, hogy azért a népszavazás az egyrészt nagyon demokratikus, és tök jó, így első halásra is, másrészt viszont elég drága, amennyire én tudom, tehát itt nagyon súlyos milliárdokról beszélünk, amikor egy ilyesmit tartunk, de ezzel nem volt a befolyásolni benneteket semmi irányba. Szóval népszavazás jó az nekünk? én azt gondolom, ha megfelelően használjuk, nyilván a nevébe is benne vagy a népszavaz, ez egy olyan ö, lehetőség, amelyet nyilván nem kell hetente népszavazást tartani arról, hogy mondjuk legyen -e ingyen sör, vagy... Legyen -e a népszavazás, nem arról kérdezünk. Igen, először, legyen -e hogy... a népszavazás, igen. igen. Ez azért köszönhetően néhány furcsa mellékzőnyének elég tragikomikusra sikeredett az elmúlt hét. Én azt mondom, hogy erről a, a kvóta rendszerről, ha miniszterelnök úr és a kormány ragaszkodik, között tartsunk népszavazást. Hát végül is tényleg egy fontos elem az életünknek a menekült kérdés. Egy furcsaság van, lehet benne, hogy ugye azt mondják, akik ellenzik azt, amit a, a jelenlegi kormány akar, hogy ezek iratkozunk az Európai Unióból, és ha ez valóban így van, akkor itt elég sok pénz hiányozna azért, amit a, az EU finanszírozott Magyarországon, de Tartsunk népszavazást. A másikból is szintén úgy érzem, hogy a másik témában, ez a vasápi nyitva -zárva tartás ügyben azért ö, többször sikerült ö, önmagának bevinnie néhány jobb egyenest a, a kormányzatnak, illetve hozzá a közelállóknak. Egyrészt azzal, a, ahogy olyan szabályokat teremtettek, amelyben gyakorlatilag lehetetlenné teszik a, a népszavazási indítvány beadását, aztán ez a, a múlt keddi a, a beadás helyszínen a pecsételőgépnél, amelybe azért elég érintettek lettek kormányközeli emberek a Fradi security keresztül, hogy ez, ez hatalmas öngó volt, és ugye ez a legutóbbi, ez a hétfői, az a tegnapi hír, hogy hogy akkor mégis lehet népszavazás, ami egyébként ellentmond a jelenlegi, illetve mégis ö, befogadják a kérelmet, a, jelen, a jelenlegi szabályozásnak, tehát itt azért öngólok sorozata ö, van a dolog, mert azt nem tudom, hogy miért, tehát miért félnek úgy, mint ördög a tömén füstölettől a vasápi zárvatartás ügyben való nép. Hiszen ha belegondoltak, ez azért nem annyira fontos, ennél vannak fontosabb dolgok a, a magyar közéletben. Ez nyilván már túlmutat önmagán ez a, a, vasápi zárvatartás téma. Tehát ez gyakorlatilag, ha lesz belőle népszavazás és az fog kijönni, hogy nyitva lehetnek a boltok vasárnap, azt az ellenzék a, a Fidesz bukásaként fog elkönyvelni, ez teljesen egyértelmű. Tehát, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy maga a kormány párt generálta azt, hogy ez ennyire fontos téma lett, hogy úgy, úgy, ragaszkodott hozzá is, illetve hogy annyira félt attól, hogy itt, itt népszavazzanak. Hát érdekesen várom ennek a, a fejleményeit. Én a 26 éves magyar demokráciát nagyon fiatalnak ifjúnak tartom ahhoz, hogy hogy azt merjen mondani, hogy a népszavazás intézményével gyakrabban kellene élnünk, mert azt láthatjuk, hogy a mindenkori hatalom, meg a mindenkori ellenzék jó, meg rossz, rossz szeműségén elég sok múlik, hogy mennyire akarják ők valóban a saját ö, politikai céljuk érdekében felhasználni a népszavazás intézményét, illetve mennyire akarják valóban a nép válaszát kérni, iránymutatását kérni bizonyos kérdésekben. Szerintem ez a múlt heti miniszterelnök által bejelentett népszavazás is felvett kérdéseket. Nem is, a, nem is feltétlen csak a jó meg a rossz hiszemiség vonatkozásában, hanem hogy mennyire bonyolultak azok a kérdések, amikben kérjük a nép egyszerű gyermekének a, a, a választását, a válaszadását. Ugye itt van a kvótarendszer kérdése, amire azt gondolom, hogy ma minden épeszű józanul gondolkodó magyar állampolgár azt mondhatja, hogy persze, hát mi hadd dönthessük már el, hogy akarunk-e egy teljesen más kultúrájú emberekkel nagy számban ugye jönnének ide együtt élni, avagy sem. Ugyanakkor, ha azt megnézzük, hogy Orbán Viktor milyen előzmények után jelentette be, roppant elgondolkoztató. Ugye volt az EU-s csúcs, ahol a miniszterelnöknek egy dokumentum, mint az összes uniós tagország vezetőjének, ki kellett nyilvánítani, alá kellett írni egy dokumentumot, amiben egyébként arról volt szó, hogy Magyarország hajlandó-e végrehajtani, azt azt hiszem szeptemberi de határozatot, mi szerint mintegy 1200, Magyarországnak mintegy 1200 külföldit, migránst le kell, be kell fogadnia. Ugye az EU-s viszonylatban 120 ezer volt, ebből 1200 érkezett volna hozzánk. A miniszterelnök, mivel ez a dokumentum egyébként nagyon sok minden mást is tartalmazott, így például a Nagy-Britanniával kapcsolatos uniós megállapodásokat, ami a, 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 Amivel... a nem de uniós ö, tagországok állampolgáraira vonatkozott, munkavállás, szociális áradékok, stb., nem igazán volt abban a helyzetben, hogy ő ezt kategórikusan nemmel elutasítsa, nemmel válaszoljon ö, erre. Mindenki aláért az összes uniós tagország. Tehát már eleve a magyar miniszterelnök is bele volt kényszerítve egy csapdahelyzetben, de aláírta. Nem véletlen, hogy a DK meg a Jobbik azonnal azzal támadta őt, mihelyt az EU-s csúcsnak vége volt, hogy hoho, -ho, hát miniszterelnök úr, mi ez a retorika, hogy itt ugye a Fidesz aláírásokat gyűjt a kvóta rendszer ellenében, miközben ön ezt aláírja. Szerintem nem véletlen, hogy ilyen gyorsan kijöttek ezzel a népszavazással, hiszen orbánnak valahogy van valamilyen módon jeleznie kellett azt, hogy ő ugyan aláért, és ezt nagyon sokan nem tudják erről, nem annyira szól a hogy Aláért ezt a megalapodást, de hát bizonyos kényszerítő körülményektől fogva cselekedett így. Tehát, itt igazából, és az azért bocsátottam így előre, mert nem azt látjuk, hogy úgy tisztán szeretné tudni a hatalom, hogy mi a mi véleményünk egy ilyen fontos kérdésben, hanem lám, itt például önmagát is meg kell védenie. Sokkal tisztább szituáció volt, amikor mondjuk az Európai Unióra vagy a NATO-ra lehetett szavazni. Szerintem az ilyen kérdések, vagy nagyon sok kérdés, Túlságosan bonyolult ahhoz, és túlságosan nagy aktivitást kíván az egyszerű állampolgártól, hogy tájékozódjon, mintsem hogy rávízzuk az emberekre. Én Igen. ezt gondolom. Hát nem beszél arról, hogy Leninek kockázatai vannak, mert ugye most, hogyha nem csak a jelenlegi hatalomról beszélünk, hanem mondjuk kicsit visszamegyünk az időbe, akkor emlékezhetünk, koron nagy sikert idézője maradt a, a magyar állampolgárságot a külhoni magyaroknak fedőnevi akció. Nészszavazás 23 millió román fog idejönni, meg nem fog idejönni, nem tudom ami, ami totálisan, hogy mondjam, az éppen akkor regnáló hatalmat gyakorlatilag, tehát önmaga ellensütötte el azt a bizonyos fegyvert, de az utó, utol, utolsó következő évek azt bizonyították, hogy ez nagyon nem jött be. Tehát nagyon veszélyes fegyver is Nem lehet. egy felelős népszavazás volt, ezt nem. Hát nem, hát sem a részvételi alá, sem a, az arány, nem azt mutatta, hogy, hogy ez egy felelős kérdésfelétel volt. Hát, ugye már kettőt említettetek, vegyük végeznek a bő negyed századnak, volt a rendszerváltás hajnal az úgynevezett négy igenes népszavazás, egy megerősítő népszavazás volt, gyakorlatilag olyan dolgokról volt szó, ami egyértelmű volt, hogy meg kell, hogy történjenek. Aztán volt ez a, én is, nekem is, amit gondolkoztam, míg Laci beszélt közben, ez a rossz szájzú volt, ez a 2004. decemberi kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazás. Volt egy megint egy teljesen egyértelmű, egy megerősítő népszavazás, ez a NATO, illetve uniós tagságról ami akkor még a, a nato voltak zűrök, az, az Unió az egyértelmű volt, hogy, hogy mi lesz az eredmény, akkor volt egy hasonló, ugye az a tandíjas népszavazás, ha belegondolunk, ez is egy teljesen fölösleges, ugye eltöröltek egy viszonylag jól működő tandíjrendszert, a jelenlegi ö, kormányzó párt vezetésével az akkori hatalom ellenében, majd amit hatalomra kerültek, csináltak egy annál sokkal rosszabb tandíjrendszert. Tehát és e volt az egészségügyi intézmények És, és, kérdés, az is és egybe volt, és, igen. és a, díja, a, méről. a kérdés értelmezésével vitaműsorok, műsorok teltek meg, és heteken át arról szólt a média, hogy tulajdonképpen mit is jelent a, az a, 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 kérdés. Tehát én azt gondolom, amikor ilyen, vagy, ha már, már értjük, akkor nem biztos, hogy jó az, hogyha tömegesen próbálunk véleményt hát, válni. És ráadásul olyan, tehát az egy, az egy legyen innen sörszintű népszavazás volt, ha belegondoltok, az volt a kérdés, a most az egyszerű tévénéző, rádióhallgató állampolgár szemébe, aki nem nézi meg 22.45 kor a, a vitaműsort, hogy akarsz fizetni, vagy nem. Tehát uh, erre ki fog igennel válaszolni. Okay. Hát ez ez már legyen ingyen sör szintű. Föltennék ezt a kérdést népszavazásra, uh, szerintem nyerne az igen. Hát uh, mondjuk meg a részvitalán is magasabb lenne, mint a megszokott de az minden biztos, hogy uh, most ennek az idejét éljük, mert uh, ha belegondolunk, akkor ugye nem olyan soká a britek is népszavazni fognak, csak ugye más kérdésekben, de ha kicsit hasonló, tehát EU, Nagy-Britannia maradás, féli maradás, nem maradás, ott mondjuk annak elég releváns lesz majd az eredménye, én azt gondolom a, a, a britek számára, meg európai, az általában az európai unió számára is. De egyébként, ha, ha belegondoltok ebbe a népszavazásos tip, amire egyébként, mint módszer, persze én is, mondjuk magam is zsigerileg rámondom, hogy tök jó. Hát nem? Tehát a, a, elvileg, hogyha kívülről nézed, vagy első nézed, akkor milyen jó az, nem? Hogyha nép elmondja a véleményét. De mondjuk most kiírnánk egy népszavazást, hogy <coughs> jó film-e a Shaufia. Például. Akkor elmenne, nem tudom, 20% szavazni, vagy 10, és abból nem tudom, mondjuk kicsivel több, mint a fele valószínűleg azt mondaná, hogy nem, vagy igen, a másik fele meg az ellenkezőjét. Mindenközben ugye meg megtörtént, hogy amire egyébként nagyon is szállítani lehetett, hogy a Sáú című film, ugye már Oscar nyert a legjobb idegen nyelvi filmek kategóriájában, most hétfőre viradóra. Hát ugye ha lehet látni az ezzel kapcsolatos reakciókat, azért a többség, a magyar sajtó nagy része az, az gyakorlatilag felállva, átételesen szóval ovációval ünnepelte meg a sikert, ami olyan értelemben érthető, hogy ugye mondjuk legutóbb 34-35 éve volt a tehát ilyesmi, tehát nem mindennapos a magyar filmtörténetem filtrőjén, de finoman sem, hogy Oscar írt nyer egy magyar készítési film. Beszéljetek nyugodtan, ha akartok akár erről a filmről, nem tudom, láttátok-e, de hogyha egy kicsit eltávolodunk ettől, akkor szerintetek egy ilyen sikert, azt ki lehet használni? Mondjuk a magyar filmgyártásnak hogy általában? E arra gondolok pusztán, hogy e, e, talán az lehet mondani erre a problematikára, hogy megvárt most nyert egyszer ez a film, ez a film nagy karriert fog befutni, nyilvánvalóan eddig is nagyon futott be, de még nagyobbak fog, hát Oscar-díjas filmként lehet majd forgalmazni bárhol, de nem biztos, hogy, a, hogy az adott ország filmgyártására ez olyan nagy lökő hatással lesz. Ha viszont azt nézzük meg, hogy, hogy ugyanaz a mexikói rendező tud nyerni, mint előző évben. Ha azt nézzük meg, hogy utóbbi három évben mindig mexikói rendező kapta az Oscar-díjat, akkor viszont szóval lehet, hogy mégis ott tartunk. Ja, és ugyanaz az operatőr kapta már, nem tudom, szintén mexikói, nem tudom, már négyszer kapta meg az oscar t talán Zsinórba, vagy háromszor. Uh -huh. Tehát akkor azt, azt, látjuk, hogyha, hogy elképzelhető, hogyha valaki bekerül ebbe a körbe, ami legyen mondjuk Oscar, meg az akadémia, akkor annak a, az országnak a, a, helyzete, ugye általában a nemzetközi filmforgalmazás terén azért erőteljes javulhat. Hogy látjátok uh -huh. ezt? A Saul fia kapcsán annak mindenképpen örülhetünk, hogy, hogy nem a, nem a témája, ugye, amiben eredetit tudott mutatni, hanem a közlés módja, a bemutatásmódja. Erre mondják azt, hogy a láma a magyar finesz ismét, ismét valami, valami, fajta sikert tudott elérni. Én a filmet láttam, véleményt annyira nem mondani rá, mert ez egy ízlésbeli kérdés. Nekem Alapvetően tetszett, de azt nem mondanám, hogy, hogy nem volt olyan magyar film, viszonylag ismeretlenebb, ami ne tetszett volna legalább ugyanennyire. Valószínűleg a Saul fia valamit úgy tudott elmondani egy, egy olyan témáról, ami mindenki előtt ismert, legalábbis a részletei, a vázlatai, amit korábban más nem, aminek talán örülhetünk, Maradéktalanul ennek a fajta újszerű közelítésnek az elismerése, hogy lám, a világ fogékony arra, hogyha, hogyha valamit nem ugyanúgy tucatszor ismételve, közhelyesen próbálunk közölni, hanem tovább gondoljuk. Számomra ez az a mozzanat, ami, ami talán erőt adhat egy csomó hasonlóan újszerűen gondolkodó magyar filmesnek, hogy, hogy ne adják fel az ez irányú törekvéseiket. Teljesen egyetértek, Laci, hogy a Saul fia attól lett oszkárdias valószínűleg, hogy kitalált valamit a nemes jeles, amitől olvastam is vele interjút, vagy hallottam, hogy ugye ez neki évekkel ezelőtti ötlete volt, kicsit itt hogy valaki meg eszébe vagy ellopja, hogy hallott róla, vagy eszébe jut, hiszen itt tényleg az alapötlet a, a zseniális. Ugye azzal szembesülnünk kell a fórumokat olvasva már a jelöléskor meg már a Golden Globe idején, hogy a Magyarország egy rétegében létező látás, vagy nem is annyira antiszemitizmus antiszemitizmusból előjött, hogy persze, mert a holokausztról könnyű az mindig Oszkárt kap. Hát hogy olyan sok holokauszt, én akkor is néztem, fiam nem kapott Oszkárt, és mindig azok lesznek sikeresek rá, a Schindler listája, ami egy, egy baromi jó történet, hogy a, a nácik egyik jeles alakja elkezdi menteni a zsidókat, és ö, hogy sikerül. A élet szép, ami egy hasonlóan zseniális ötlete volt a, a, ennek a témának a feldolgozásának, hogy amikor apa, fia is azt játszák, hogy a gyerek ne ijedjen meg, hogy most ö, ez mintha egy játék lenne, és arra próbálja átvinni a rendezőt. Tehát, ö, Nyilvánvalóan ez egy régi téma, amit fontos, hogy megismerjenek az emberek, és, és nagyon új dolgokat kell kitalálni, tehát hogy ez, ez működjön, és igen, hát nem véletlen, hogy a, a mexikai filmipar nyilván ebből nagyon sokat profitál, és én azt gondolom, hogy most lehet szeretni, meg nem szeretni a filmet, meg lehet mondani, hogy jó vagy nem jó film, az biztos, hogy a, a, azt vették észre a... a film szakma nagyja, hogy ebben a nemes jelesben és a csapatában mocorog valami, és vannak ötleteik, és ha ebből lesznek újabb filmek, amelyek nagy sikert aratnak, az, az nagyon jó tehát a magyar filmiparnak. Egyébként nekem van, lenne egy nagyon jó témája a, a magyar történelemnek, amiből már Hollywood ezer csontot lerágott, mert Petőfi Sándor a, a leghálásabb forradalmár, költő, harcolt, ráadásul szabad kezet ad, hogy a Hollywoodban szeretne kicsit hozzátenni, elvenni, de mi se tudjuk, hogy mi lett vele, tehát ott aztán lehetne még tovább görgetni a, a történetet. Szerintem, hogy elkövezte jó történet, és sok pénzben nagyon szép nagy filmet lehetne belőle csinálni. majd meglátjuk, hogy ezzel mi lesz, de visszatérve a Shaufiára ez egy, ez egy hatalmas siker, ami én azt gondolom az egész országnak nagyon sokat hozhat a konyhára. Egy megjegyzésem hogy legyen egyszerű nézőként, hangsúlyozva azt, hogy csak egy, ez, ez, csak egy vélemény, semmi több. Nekem az borzasztóan tetszett a Saul fiába, és egyébként a Leonardo DiCaprio filmbe is, amiért ugye Leonardo DiCaprio Oscar díjat kapott, hogy egy kicsit visszatértünk ebben a két alkotásban ahhoz, amikor a film képekkel mesél. Nem a szádba nem a szereplők dialógusaiból tudsz meg mindent az adott ö, körülményekről is, úgy általában a film egész vázáról, hanem a, hanem, hanem a, a képek, a képek fogják, el, és, és, és az nagyon fontos dolog szerintem egy filmben, hogy a képek egyfajta szabad gondolkodást is rád ruháznak. Ö, jobban rá vagy utalva a saját fantáziádra, mint amikor megmondják, hogy mi van. Ebben nekem nagyon tetszett a Saul fia, meg a Tipperaprio is film is, a, hogy nem, nem, nem akarok ilyen savanyú Jóska lenni, csak egy ilyen pusztán kritikai észrevétel, és még egyszer mondom, csak nézőként. A Saul fiából egy kicsit olyan érzésem volt, hogy a, hogy a film lényegi mondani Bizonyos fokig lemaradok azért, mert nem ismerem pontosan a zsidó szokásokat. Hiszen a film szimbólum rendszerében nagyon erősen építenek arra, hogy te, mint néző, tudod azt, hogy miért kell egy, egy valakit eltemetni, tudod, hogy mit jelent a folyó, tudod, hogy mit jelent a morzsákat úgymond beledobni a folyóba. Ez különböző szokások nagyon erősen kapcsolódnak. És, az, és, a, és a néző, aki ezt nem tudja, ö, Hát persze lehet, hogy ami nekem egy kicsit rossz volt, az a rendezői szempontból jó, hogy sokkal inkább rá van bízva az üzenet sokkal inkább rád van vízva az üzenet. Én nekem ez egy kicsit annyiban zavart, hogy találgatnom kellett, hogy vajon, vajon mi miért történik, az ember érezte, hogy ennek azért a kultúrában, a zsidó kultúrában megvannak a maga gyökerei, de mivel nem tudta, így csak találgatott, találgatott a film közben. Nekem megmondom, hisz, hogy ez valamennyi energiát lekötött belőlem, és annyival kevesebb volt, hogy élvezem magát az alkotást. Nagyon érdekes probléma vetettél föl, tényleg először, de érdemes néhány beszélni nem volna egy különösebb vitába bocsátkozni vele, de kénytelen kell elmondani a véleményemet, hogy én meg a pont a diagósok épülő filmekért rajongok, és kevésbé a képi megoldások érdekelnek. Tehát mondjuk nekem egy, egy ponyva regény az, az mondjuk ilyen szempontból csak, hogy egy tarant, vagy egy Tarantino film, többet, hát. sőt, azok a filmjei, ahol ne kevésbé a a dialógus dominál, és inkább a képi megoldások, azok nem is tetszenek annyira rengeteg ilyen példát tudnék mondani a ez nyilván csak az én nézésem, és szintén csak, mint filmnéző, mozi látogató ember mondom, tehát nem jelent különösebbet. De az engedhessék hogy elmondjam, hogy szerintem DiCaprio, ha már róla beszélt, és nagyon megemlítetted, mert magam is meg akartam említeni, hogy a hatodik jelölése volt ez a fiatal embernek, mire megkapta az oscar azt szerintem messze a leggyengébb filmje az általa alkotott filmek közül az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben olyan értelemben, hogy képileg valóban nagyon erős, de igazából, hogyha leírod a sztoriát, akkor egy, egy sorba elfér körülbelül. Jövök, megyek, küzdök, medve, sár, bihar, minden baj van. Ugyanak nyilván ennek lehet jelentést tartalma, nem akarom leegyszerűsíteni, nyilván a sok mindenre lehet ezt telepíteni, de ha visszamékszünk a Wall Street falkasára, a, a téglára, a, a, nem tudom, a sziklára... Az eredet is szerintem e, eredet is igen, e, tehát e, rengeteg olyan DiCaprio filmet tudok mondani, meg szerintem sok minden, aki, ami állt, a, amik zseniálisak voltak, és alapművek abszolút, e, és azért, mert nem kapta meg, nyilván ezzel lehet vitatkozni, meg ízések és pofonok, uh -huh, ezt értem, uh -huh, uh -huh, de azt tudja, hogy miután a magyar filmgyártás operatőri azért elég erős. Tehát itt Koltaitól kezdve Kovács volt, hát millió Oscar-díjas operatőrt, vagy oszkád jelölt operatőrt is lehet mondani, akik ugyan kindolgoztak az Egyesült Államokba akkor esetleg, vagy éppen akkor, vagy Zsigmondi most hát sorolt nem, akkor lehet, hogyha erre felé tart a filmgyártás, akkor a magyarok előtt a kapuk, vagy a magyarországi filmek előtt nyílnak a kapuk. Hát és ö, egyik se az a klasszikus szórakoztató film, nekem édesanyám mondta, egy héten belül látta a két filmet, és ő mondta, hogy mind a kettőről úgy mintha kiszívták volna az erejét. Tehát, ö, Mind a kettő döbben csenddel ért véget a nézőtéren, és mindek, és Tehát én én éppen ezért még készülök is a visszatérőre, még úgy hangolom magam, hogy majd egyszer uh, elmenjek és megnézem. Nyilván a DiCaprio... lehet, hogy ezek a filmek benne vannak ebbe az Oscarba, vagy már úgy gondolták, jó, már járt ennek a, a Leo gyereknek, adjuk oda. Ebből. Ahogy a Morikónének is nyilván, bár uh, uh, nem láttam a. a filmet, és nem ismerem a filmzenét, de nyilván kiárt neki, tehát 87 évesen írt ő, ha kell bárkinek mondani a filmzene szerzőt, száz 100 emberből, aki, tehát 100-ból, aki tud mondani, 95 a morikonét fogja mondani, <laughs> és még nem volt ilyen jellegű Oscar tehát ő is nyilván azért kapta meg, mert úgy gondolták, hogy kapja még meg, amíg él. Igen, bár 2007-ben kapott ért mi Oszkárt, csak hát az ugye nem az igazi úgymond, de konkrét munkáért ez, volt az, amit megkapott valóban. Egyébként, ha már erről beszélgettünk, hogy érzelmek, meg érzések egy-egy film kapcsán, akkor, akkor kicsit evezünk át ilyen 21. századi vizekre, ilyen a mai korban nem menjünk most vissza a Sanyarú 40 éves évekig, hanem jöjjünk vissza 2016-ban, és beszélgessünk már arról, hogy, a, hogy ugye a kedves nézők szinte mindegyike, főleg a fiatal korosztályuk. ugye előszeretettel használják a közösségi médiát, a különböző közösségi oldalakat, amelyek közül az egyik legnépszerűbb. Nem is olyan régen, néhány napja, egy hete, Uh, új, nem is tudom miket, érzelmi jeleket, vagy nem tudom, nem tudom, hogy ki kis, uh, kis akármi, bármi figuráskákat vezetett be. Magyarán uh, felkínálja ez a közösségi oldal uh, a Zuckerberg féle vonulat, hogy uh, ne csak azt nyomd, hogy tetszik, hanem olyanokat is ki tudja fejezni, hogy haha, meg dühös vagyok, meg imádom, meg nem, Tehát több opció van ahhoz, hogy az érzelmeidet a adott hír vagy fotó kapcsán kifejezd. Ez látszólag egy teljesen partikuláris probléma, amit beszélgettünk itt a, 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 a tényleg a Saufiáról, beszélgettünk arról, hogy tehát látszólag, látszól, teljesen partikuláris probléma, ugyanakkor viszont még meggyőződésem, hogy a közbeszédet legalább annyira uralta az elmúlt egy hétben bizonyos társadalmi rétegekbe ez, hogy tetszik-e a nevezett közösségi oldalnak az újítása, vagy nem, mint a másik két témánk, hanem jobban. Úgyhogy nem tudom, ti találkoztatok-e már ezekkel az új jelecskékkel, és használjátok-e őket? én amikor olvastam, hogy lesznek az új jelek, akkor azt mondtam, hogy ez mekkora marhaság. És minek, és aztán sajnos az élet úgy hozta, hogy, hogy elég hamar találkoztam olyan szituációval, amely, amelyben bizony használni kellett. Engem a DVSC kézi csapatának sajtósaként különösen mélyen érintett, amelyik nyilván minden Debreceni, sőt Magyarországon minden embert a szombatesti tragédia, amikor három Loki szurkoló hazafelé, Békés Csaba, Roller kézilabda meccsről halálos balesetet szenvedett. És hát amikor felkerült a hír, akkor láttam, hogy igenis annak a szomorúikonnak ikonnak ennek, ennek van funkciója. Úgyhogy így már azt mondom, hogy én, az én véleményem volt elhamarkodott és rossz, és ezt igenis lehet használni, és, és színesebbé teszi a, a, Facebookot, és jobban módot ad a... Mert összességében most beszélni kell róla, egy halálhírre odaérni, hogy tetszik, az, az azért elég morbid pedig azt fejezett ki, gyakorlatilag egy, egyfajta részvénynyilvánítás, egy, ezt nyáron tapasztaltuk szegény Komáromi Gabi halálakor, hogy elképesztő számú lájkot like kapott, és tudtuk, hogy ez nem annak szól, hogy ajra örülünk, hogy, hogy megtörtént. De így azért tényleg a tabál lehet tenni, úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy akkor, akkor jó. Bár én, én, inkább csak munkaügyben használom a, a Facebookot, tehát a csapatnak a, a profiának kezelésével, de így azt mondom, hogy jó. Hát én ilyen 30-asként már azzal a generációs problémával küzdök, hogyha holnap nem lehetne Facebookozni, mert megszűnne, valószínűleg nem vágnám magam sírva a földhöz egymástán tízszer, tehát tökéletesen meg vagyok nélküle. Ugyanakkor persze hát az ember látja, hogy mondhatjuk gyakorlatilag, hogy forradalmasította a kommunikációt, mert egy program, amiben egyszerre képet, videót, szöveget, villámgyorsan borzasztó egyszerűen megosztasz, valóság, aki nincs fenn a Facebookon, és most a cégekre gondolok például, nem is elsősorban a magánszemélyekre, az nagyban csökkenti ugye a piaci lehetőségeit. Tehát a Facebook létjogosultságát azt hiszem nem lehet vitatni. A kérdésfeltevésedből É, é, érzek, érzek finom kritikát. Ha mondjuk ez együtt jár azzal, hogy a, hogy a fiatalok, még csak a leginkább használják, bár nagyon furcsa, hogy a, a Facebooknak a legintenzívebben ma a 60-fölötti korosztály válik a felhasználójelve. Na szóval, hogyha a fiataloknál ez együtt jár azzal, hogy még annyira se ö, ö, fognak ö, írni a problémáikról, a, 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 szóval a szöveges kifejezés, terhére megy az, hogy inkább egy síró jelle, meg nem tudom, most már 26féle ilyen kis pöttyöt látok, fejezem ki azt, ami bennem van, ahelyett, hogy megpróbálnám megfogalmazni, akkor szerintem az nem olyan jó. Nagyon-nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mert nekem is ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag leszoktat a nyelvről. Na most, hát uh, hogyha globálisan nézzük a... És akkor ilyen... a gondolkodásról is leszoktat. És akkor a gondolkodásról is leszoktat, és a globálisan nézzük egy, -egy ilyen közösségi oldal, mert hiszen nem csak az egy cég van, sok más cég van, aki ilyen ö, ö, felületeket működtet. Gondoltok bele, hogy beírja, hogy nem tudom, dühös, dühös, szívecske, szívecske, nem tudom, szomorú, boldog, amúgy. az ugyanúgy van bolíviai új mint magyarul. <síns> ö, hát ugye a jelek használata. Tehát innentől kezdve, ugye nyilván ez egy, egy, egy globális színnek nagyon jó, hiszen teljesen mindegy, gyakorlatilag nem kell nyelvet használni. Magyar, ez mondja a bolíviai kisrác, a magyar csajnak, hogy szeretlek, 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 az meg visszai, hogy dühös, 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 és akkor nem lesz semmi az egészből, vagy, vagy ellenkezőleg, mindegy. De gyakorlatilag kiiktatják, tehát pont arra reflektál, hogy te mondta, kiiktatják a nyelvhasználatot az egészből. Szerintem ez baj. Tehát én nekem az utóbbi húsz évben ugye számtalan szó volt olyan hogy jött hozzám valaki, hogy újságíró szeretne lenni, vagy ilyesmi, vagy ezzel akar foglalkozni, és volt köztük nem egy, nem kettő, aki gyakorlatilag, de mondjuk magyarul olvasni nem, vagy írni nem tudott, tehát beszél is nagyon, tehát és nyelvvel akar bánni, hogy volt neki egy ilyen hagymázos elképzelése. És ilyen, mert amúgy nagyon szimpatikus, meg minden jó ez, persze, meg fejleszünk valamit, Abba abban igaza van a, nyilván a gyártónak, hogy hát ha van egy terméket, akkor azt fontosan fejleszteni kell, ez teljesen világos, csak engem ez aggaszt, hogy teljes, mert amíg szöveges üzenetet ír be, jó, nyilván tele van okoskodókkal ez a felület, de talán még mindig jobb, mert az a 10 perc, mint megépeli, mégiscsak arról szól, hogy használta az anyanyelvét. A lányom tíz éves, és ö, mivel az én telefonomról szokott olykor-olykor kommunikálni, válberezni, vagy akár facebookozni, és ö, korláttal, de azért szokott, pontosan azért látom, hogy ö, ők egy egyszerű kis rövid szöveges üzenethez, most már, amit Csaba is mond, nem egy ilyen kis karakterjelet használnak, hanem valószínűleg sportot tűznek abból, hogy abból legyen három, négy, öt. Hogy a szívecske robban, izé szeretlek, tehát a legegyszerűbb üzeneteket is nyomatékosítják ezzel, és persze, hát ez, 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 mindig a szövegnek a kárára megy. Nem kell kis regényeket írni, de igen, hogyha már csak egy ige fog szerepelni majd az üzenetekben, meg az összes többi mögé lesz írva ilyen kóddal, az szerintem is probléma. Szerintem igen, is én arra gondoltam, hogy, és most akkor elmondom a kedves nézőknek is, hogy úgy fog befutni, és ha nem is Oscar díjat, de Nobel díjat ö, nyerni magamnak, hogy megint az első olyan, de lehet, hogy van már ilyen, de én nem olvastam az első olyan kisregényt, amiben csak ilyen jelek lesznek. Tehát de van lehet, már ilyen, hogy akkor le is Jó, én nem tudom. Viszonylag egyszerűek érezném a történetet, mert nekik négy sört, és akkor végignyomogatom a különböző. Két feles ezek. Igen, és akkor ezt én nem akarom elviccelni, de hát ez már tényleg a a, 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 Tehát alapvetően gyors és könnyű és kényelmes kommunikáció, csak azért véhetőleg azért egy. egy Mindenki által elérhetett és általános érvényű ikon csak nem fejez ki olyan érzelmi cizelátságot, mint hogyha mondjuk két mondatban érje valaki a gondolatait a témára. Igen, valószínűleg egyébként már sajnos vénszamorak is vagyunk, mert gyerekfelje, meg, ő, meg a fiatalok egészen más módon állnak ehhez, mint mi. Jó, de én azért még azt szerettem, hogyha oda a lányom hozzá, és azt mondja nekem, hogy apa, éhes vagyok, szeretnék enni egy kenyeret, <há> vagy valamit, mint hogy küld Facebookon egy üzenetet, hogy egy ilyen, nem tudom, üres tányér vagy valami. Tehát, azért, tehát nem most jó Igen, egy fiatalosabb adom, amit mondtok. Nekem lehet azért nem jutott eszembe, mert erős 19 éves fiam lévén erős Facebook felhasználó, de ő ír kis is, tehát, tehát, ő foglalkozik ezzel a részével, de például volt a, még bőven a Facebook meg az internet korszak, az volt egy barátom, akinek a a fia összeismerkedett nyaraláskor egy olasz kislányjal, és elkövették azt a hívát, hogy telefonszámot cseréltek. A lány csak olaszul tudott, a fiatal ember csak magyarul, és hát fölhívogatta a kislányt, és hallgattak meg a telefonban, olyan 28-30 ezer forintos számlák voltak. Ma szívecske, szívecske, többikon nem mondok, meg nem is nagyon ismerek, de el tudnának kommunikálni. Tehát ez a bolíviai hasonlatot hozta ki velőlem ezt a, a, dolgot. Azért ebben még nagy segítség ilyen tengerparti gyerekkori szerelmekben. Én jó, persze. Egyébként meg úgysem lett a nyilván egyfajta technológiai fejlődés visszafolytani nem lehet. Tehát lehet itt most ágálni akár a magyar nyelv őrzője, védelmezőjeként, vagy, vagy a kizlésbeli dolog megfontoltság miatt. Ez lesz, ez az irány. Úgyhogy szerintem a másra nagyon számítsunk. Egy utolsó késem lenne hozzátok, és nagyon vad kérdés lesz, csak most ennek kapcsán eszembe jutott, hogy mondjuk tíz év ezelőtt, ha gondolkoztatok azon, hogy milyen lesz tíz év múlva, most a technológiai dolgokról beszélek, nem a magánéletről, tehát milyen lesz közöttünk a világ, ahhoz képest mi az, ami teljesült, vagy mi az, ami nem, van-e valami olyan effektus, ami meglepett benneteket, illetve az, hogy most hogy gondolkodtok, hogy mondjuk 2026-ban mennyivel van, lesz más a napi élet technológiailag, mint manapság. Arra gondolok pusztán, hogy ugye annak idején már ilyen autókat képzeltünk el már tíz év ezelőtt is, hogy már olyan gyorsan fejlődik a technika, meg a technológia, hogy hogy, hogy elképesztően, tehát ez a robbanásszerű változás, amit megértünk az elmúlt húsz évben, ez még jobban fel fog erősödni. E, vannak ezt igazoló információk, egyes fejlesztésekről, mindenki milyen iparágat nézünk, de úgy összességében nem érzem, mondjuk, hogy öt év alatt, mondjuk az elmúlt öt évet tekintve, olyan hatalmasat, tehát ez a robbanás ugyan a léptékben mm. e, folytatódó, mint ahogy eddig. Ti azt hogy látjátok? Szerintem a 90-es évektől 2006-ig, ugye az a 10 éve az, az tényleg drámai volt. Igen, tehát az, Igen, egyértelmű. akkor, tehát engem nem hiszem, 91-ben a táska mobiltelefonon kimentem tudósítani, és egy olyan barátom, akinek most négy darab iPhone-ja van, így nézett a kis stadionba, és fővívosgatta, a mire adnom kellett volna. <laughs> az ember itt állok a jég mellett, és nem hitték el neki. <laughs> Ahogy a fiam nem hitte nekem, hogy nem volt hétfőn tévéadás. Most egyébként nem fejlődik, és lehet, hogy ez tudatos is. Én még a 90-es években voltam kint egy nagy német autógyár tesztjén, akkor szembesültem a GPS-szel, stb. És ott az egyik mérnökkel beszéltem, hogy a Night Rider-es dolog az, az, mennyire, mikor lehet, és mondta, hogy akár hónap lehetne, annyi mind a két az összes autóba kéne egy, egy ilyen GPS-szerű szerkezet, és működne a dolog tulajdonképpen. Tehát a technika képes lenne rá csak hát valamiért nem akarják még, vagy túl drága lenne, vagy én nem tudom, mindenek van oka, nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani. De én ezt a tíz évet nem érzem olyan megdöbbentőnek. Az előző 15 az, az, valóban az volt. Tehát valakit ott 89-ben hibernáltak volna, az 2000 ban nagyon meglepődött volna. Én azt veszem észre, hogy elsősorban, hogy hogy azt gondolom, hogy majd az okostelefon, vagy gondoltam mondjuk ezelőtt öt évvel, hogy hát az még majd három-négy év, hogy odaérjen hozzám, aztán már a rákeverkezendő évben már, már muszáj használnom. Tehát ez, hogy azt gondolom, hogy még van ideje, van ideje, van ideje, és a következő pillanatban már, hogy ennek a gondolatmenetnek a végére értem, már, már használom. Tehát sokkal hamarabb válok a felhasználójába. Hogy így mit gondol az ember a következő tíz évről? Hát elsősorban én azt, hogy... hogy hogy egyre inkább majd az emberi test válik ilyen hardware nem gépekbe, kerülnek bele a szoftverek, hanem a mi testünkbe, és lehet, hogy ez, ez mondjuk tíz év múlva már így lesz, és a robotokat nem fém dobozként kell elképzelni, hanem mesterségesen kitenyésztett mondjuk a mi izmunknál ötször erősebb anyagként, amit bárki mondjuk egy japán vagy egy németországi klinikán horribilis összegér, magába szerelhet, ezáltal feljavítva a képességeit. Szóval, ha jósolni kéne, akkor én inkább ezt a bio és az informatika, a biotechnológiának az ilyen teljesen őrült ö, előretörését vár, várom. Nagyon elgondolkodható, amit mondtál, most itt abba kell hagynunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kedves nézőink, a jövő héten jövünk újra. Én igyekszem adott addigra nem megváltoztatni a külsőmet, meg a belsőmet se. Gondolom ti sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Minden jót viszlát.